bencés hagyománynak az elindítója a világon, Szent Benedek, aki Monte Cassinón él, ott alapítja meg a monostorát, és ott írja a szerzetesi reguláját, szabálykönyvet, ami alapján próbáljuk alakítani a századok óta az életünket, bencés szerzetesek mindenhol a világon. És az életet, a szerzetes életet azt úgy álmodja meg, hogy imádságnak és a munkának a harmóniájában éljenek a szerzetesek órát labóra. Később ez egy kicsit a jelszavává is vált a bencés hagyománynak, hogy imádkozzál és dolgozzál. A munka nagyon sokat változott a századok során. Amikor Pannonhalmát a 10. század végén alapítják, akkor nagyon erősen kulturális feladatai vannak a szerzetességnek. Iskola alakul itt a kezdetekben, egy hiteles hely, van egy szkriptórium az apátságnak, de a kézi munka is nagyon erősen hozzátartozik, ezt látjuk a regulából, főleg Szent Benedek idejében. Így például nagyon érdekes, hogy a mai pincegazdaságunk most ezekre a kezdetekre tekint vissza, hiszen bizonyított tény, hogy itt a Kárpát-medencében már a rómaiak telepítettek szőlőt Pannonia provincia idején, de mikor a római birodalom összeomlott, a szőlőkultúra is kiveszett, és a 10. század végén újra a szerzetesek telepítik meg. Vagy a gyógynövénykultúra, épp egy ilyen keresztény szerzetesi hagyomány, amit hoznak magukkal. Pannonhalmán van 1786-ig egy kórház. A középkor tehát ez a kézműves és mezőgazdasági szolgálat, kultúra, hiteles hely, iskola, könyvtár, szkriptórium. Aztán a barokkorban a katolikus restaurációba kapcsolódnak be a monostorok, már ami megmaradt a török pusztítás után, mert nagyon kevés monostor alakult újjá, lelkipásztori szolgálatot végeznek a szerzetesek, búcsújáróhelyek, a monostorok, a pannonhalmi apátság maga is ide környékről járnak, vezetnek búcsukat, és a 19. század hozott egy új változást, 1786-ban II. József feloszlatja a rendet, 1802. első Ferenc a visszaállítás, és ő azt a feladatot adja a bencés monostoroknak, Pannonhalmának, hogy középiskolai oktatást vállaljon, és az ifjúság nevelésével foglalkozzon. És így szinte ilyen tanítórendi hagyománynak az időszaka következik, és valahogy a munka az elsősorban a kulturális feladat, lelkipásztori munka, és az oktatás lesz, de az imádságnak a szolgálata az mindig megmarad egy monostorban. Nekünk ma is három közös imaóránk van, reggel a laudest és a vigiliát együtt imádkozzuk, eldélben napközi imaóra, este vesperás és szentmisére jövünk össze. A lelki olvasmány az kinek-kinek a saját feladata, azt nem közösségben végezzük, és próbáljuk megteremteni annak az arányait, hiszen hogyha az ember nem tud töltekezni, nem tud erőforrást gyűjteni magába, egy akkumulátorról, ha csak szívják le mindig a energiát, akkor az előbb-utóbb kiürül. Egy picit így van a szerzetes is az életének, még akkor is, hogyha az aktív időszakát éli, és most arról van szó, hogy nagy feladatok várnak ránk, és úgy ott kell lenni az élet sűrűjében, meg kell találni a csöndben, a meditációban, a közösségi életben azt a spirituális táplálékot, azt a szellemi táplálékot, amiből tud az ember kifelé élni. Úgy lehetett finanszírozni ezt a sok kulturális, szociális intézményt, karitatív intézményt, hogy a birtokoknak a hozama futotta évről évre. A birtokokat államosították, nyilván a rendszerváltás után Magyarországon nem jöttek vissza a nagy birtokok, Magyarországon nem reprivatizáció játszódott le 89 után, ezért mi azzal nem számolhattunk, hogy a birtokok visszajönnek és ugyanarra az alapra helyezzük, és ezért arra gondoltunk, hogy a turizmushoz kapcsolódóan kellene beruházásokat, fejlesztéseket végig gondolni, megálmodni és meg is valósítani. Itt Pannonhalmán ezen a vonalon indultunk el. Az apátságnak van egy komoly turisztikai vonzereje. Világörökség része vagyunk. 1996 óta ide külföldiek sokan jönnek, magyarok sokan jönnek, és
Ezért számba vettük, hogy itt az apátság környezetében milyen fejlesztésekre van lehetőség. Itt gondolnunk kell infrastruktúrára, parkolási lehetőséget kell megoldani, gasztronómiára van egy éttermünk, az arborétumnak a rehabilitációjára, hogy egy minőségileg rendbetett természeti környezetbe jöjjön, aki ide jön, utaknak a karbantartására, de olyan vállalkozásokra, olyan fejlesztésekre is, ami valami módon eredményt termelhet az intézményeinknek a fönntartásához, másrészt pedig a turisztikai kínálatot gazdagítja az apátságnál. Hát a második nagy terület az apátsági termékek. Arra gondoltunk, hogy többféle hagyomány él Paruhalmán, itt az apátságban, olyan módon, hogy valaha virágzott, de mára, most már újra virágzik, de amikor erre gondoltunk, akkor még csak írásos emlékek voltak róla. Írásos emlékek voltak a pincéről, nagyon gazdag írásos hagyomány volt a gyógyászati termékek, a régi receptkönyveink voltak, följegyzések arról, hogy hol milyen gyógynövényeket termeltünk, és ezen a két vonalon indultunk el. A pince készült el előbb, most már 15 éves az apátsági pincészet. Hát ennek is tényleg a 10. századra visszamenő, 10. század végére visszamenő hagyományai vannak. Teljesen új alapunkkal kellett elindulni. A régi szőlőterületeink közül vásároltunk vissza 50 hektárt, ezt telepítettük be, vannak régi fajtáink, vannak teljesen új fajtáink, és egy új pincét építettünk, egy gravitációs rendszerű pincét Gál Tibornak a szakmai segítségével és útmutatása alapján, és így újra megteremtődött egy ilyen apátsági pincészet borkultúra. Az apátsági pincészetnek minden bora misebor minőségű, azaz szőlőből készült, helyben termelt szőlőből készült a mi pincegazdaságunk által, és különböző ízfokozók és adalékanyagok nélkül. Van egy szintén régmúltra visszatekintő, de a 19. században kihalt hagyományunk, ez a gyógynövénykultúra, a gyógynövényből készült gyógyhatású termékeknek a készítetése. Most erre visszatekintettünk, alapítottunk egy kis műhelyt, aminek az a neve, hogy Officina Sancti Martini, Szent Mártonnak a műhelye, ahol egy képzett gyógyszerészünk kutatja, kísérletezik a régi receptekkel. És párhuzamosan, ahogy ezeket a termékeket fejlesztjük és kutatjuk, az apátsági kertészetet átállítottuk teljesen gyógynövénytermelésre. Mindenki tudja, hogy a levendula az kötődik Paruhalmához régóta, de azóta termelünk nagyobb területen citromfüvet, kakukkfüvet, zsáját, és van egy körülbelül fél hektárnyi rész, ahol 28 különböző gyógynövényt termelünk, ezek a legismertebbek és amelyek termeszhetők Magyarországon, és azok pedig a saját gyógynövényházunknak, a műhelyünknek a kiszolgálására vannak. A pincészet az palackozza a saját borait, csomagolja, a kertészet a levendulát teljesen végigcsinálja, monoteáinkat, a szappanokat, a krémeket, a kenőcsöket, a tinktúrákat azt itt készítjük. Egyedül a teákban van egy együttműködésünk egy nagy céggel, és mi átadjuk a receptúrát, ők pedig gyártják a teákat, az apátsági tea családot sok helyütt lehet látni, ez az, amit nem mi készítünk. Úgy gondolom, hogy most elsősorban az a feladatunk, hogy amit létrehoztunk, annak a működését harmonikusabbá tegyük, mélyítsük, a turizmusnak a már meglevő lehetőségeit jobban kiaknázzuk, de mindig vannak újabb és újabb álmaink. A szállás az még nem egészen megoldott itt Paruhalmán, valamiféle szállásfejlesztésben gondolkodunk, és az apátsági termékeknek a fejlesztésében is többfajta receptúránk van. Itt volt egy sörfőzde is a barokkorban, még nem kizárt, hogy abba is belevágunk. Nem olyan régóta van egy ásványvízpalackozónk. Még az élet, amilyen lehetőségeket hoz, részben a pályázatoktól is függ, de az apátsági termékvonalon és a szállásvonalon tervezünk még fejlesztéseket.